A szeptember 19-i csütörtöki napon a Vakok és Gyengénlátók Tolna megyei egyesületének rendezvényével a szeretet lángjával rajtolt el az idei szexuális szüreti napok. A cél idén is az volt, hogy felhívják a figyelmet a mássággal élők elfogadására kulturális műsorokon keresztül. Szállj fel magasra, dalom, hódíts meg most a kék eget. A sokszínűségünket és a másságunkat kell elmondani, hogy miről szól, mert nagyon sokan nem tudják, az mit jelent egy látássérültség, a vakság, mozgássérültség, értelmibe akadályozottság. Tehát ezt hangsúlyoznunk kell. Pénteken délután tartották a fesztivál ünnepélyes megnyitóját. Köszöntőt mondott Berlinger Attila, Szekszárd polgármestere, és Horváth István, Tolna vármegye egyes számú választókerületének országgyűlési képviselője is. A kilátogatók ekkor már ízelítőt kaphattak a hagyományőrző műsorokból. Szombaton talán a legtartalmasabb nap következett, ekkor tartották ugyanis többek között az ikonikus szüreti felvonulást is, amely idén ismét a régi útvonalon, a belvároson áthaladt. Tovább innom, jaj, tovább innom, a kenborát ne kelljem. Lesz majd cukor, méz meg csupot, hogy a kedvem beteljen. Tovább innom, jaj, tovább innom, a kenborát ne kelljen. A menet rendkívül látványosra sikerült. Számos táncegyüttes, zenekarok, az oktatási, nevelési intézmények képviselői vonultak fel. Tömeget több ezer ember nézte nagy érdeklődéssel az út széléről. A táncokból, énekekből egyaránt kicsik és nagyok is kivették a részüket. A produkciók mindenkinek elnyerték a tetszését. Jól érezzük magunkat, jó társaságban vagyunk, úgyhogy finom borokat iszunk, nagyon jó. Nem tetszett, nagyon színvonalas volt, színes volt, rengetegen felvonultak, nagyon jó idő van, úgyhogy nagyon szép élmény volt. És ami jó, hogy rengeteg, hogy mondjam, különböző területről lévő, tehát nem csak a szőlőhöz kötődő, hanem gyakorlatilag aki él is mozog. Gyurkovics János, Szekszárd alpolgármestere köszönetet mondott a kilátogatóknak. Nagyon örülünk annak, hogy ilyen sokan és ilyen szép létszámmal vesznek részt a felvonuláson. Nagyon örülünk annak, hogy úgy adódott, úgy húzta a sors, hogy erre a hétvégére esett a szüreti napok rendezvénye, mert hát mindenki előtt ismeretes az előző hétvégének a borzasztó időjárása. Én úgy érzem, hogy minden összejött itt most ezen a hétvégén. Kezdődött a nulladik nappal, láttuk, hogy mennyien voltak az érdeklődők. A megnyitó is nagyon-nagyon színvonalas volt, és nagyon jó sikerült, és hát a felvonulás is. Gyakorlatilag úgy láttuk itt többeknek a véleményét kikérve, hogy talán az utóbbi években ilyen sokan, ilyen nagy létszámból még nem vettek részt. A felvonulásra számos településről érkeztek csoportok, hogy megmutassák, hogyan őrzik hagyományaikat. A csoport már közel 40 éves, és többször szerepeltünk már itt a szüreti fesztiválon, és ebben az évben is részt veszünk a szüretszépe versenyen, úgyhogy nagyon örülünk, hogy meghívást kaptunk, és nagy szeretettel jöttünk. A picikék kék festőruhában vannak, nekik most készül majd még egy új ruhájuk, a nagyobbak pedig a majosi ruhában. A majosi ruha falter rocknak mondjuk, mert berakásokkal készül, és az a jellegzetessége, hogy egy 3-4 centis rakások vannak benne. Ehhez tartozik egy mellény, vagy pedig egy felső rész. Az ünnepi ruha az brokátból állt, brokát szoknya és brokát felső rész, vagy pedig mellényt húztak hozzá, ami kázsmérból volt, különböző
különböző színű kék, piros, bordó, különböző színű kázsmér mellények voltak, és annak az volt az érdekessége, hogy hímzés volt rajta, az alján is hímzés, és majoson kékkel hímezték a mellényeket. Nagyon szerették a kék színt, még a templom tetejét is kékre festették, és azt mondták, hogy ez a majosabb ló, majosi kék. A sárpilisi Gerlice Madár hagyományőrző néptánc együttes tagjai is díszes öltözékben vonultak fel. Hosszú évek óta szívesen jövünk, hiszen itt vagyunk a szomszédban. Nagyon jó hangulatú ez a fesztivál, és nagyon szeretünk jönni. Sárközi népviseletben vagyunk, és ez egy kívülállónak is mond sok mindent, hiszen ha rám néz, akkor látja, hogy egy idős asszony viselete, és hát én is idősebb vagyok, de hogyha itt megnézik, középkorú fiatal asszony, a lányok viselete, az pedig mind piros, élénk színű, és ez mutatja azt, hogy milyen korosztály, és hát a kendőviselet pedig azt is megmutatja, hogy lányról vagy asszonyról van szó, a lánynak kint van a kendősarka, az asszonyoknak meg be van kötve, úgymond a fejük. A születi felvonulást ismét egy látványos rendezvény követte, hiszen a Béla Király téri színpadon kezdődött a Tolna vármegyei táncegyüttesek találkozója. Összesen 10 táncegyüttes, 250 táncosa és 6 zenekara mutatta meg tudását. Az esemény keretében tartották meg a szürett táncos párjaválasztást is. 8 páros mutatta be táncait, a zsűri végül a Decsi Csillagrózsa hagyományőrző néptánc együttes duóját, Vég Liliana Lolitát és Farkas Patrikot választotta. Őket közvetlen az eredmény kihirdetése után kérdeztük. Nekem teljesen hihetetlen, és nem gondoltuk volna egyáltalán, hogy mi fogjuk ezt így megnyerni, meg hogy mi leszünk a szüret párja, de nagyon örülünk neki. Nekem Oviba volt néptánc, és akkor arra elmentem, ott megtetszett, és akkor első és másodikos koromban elkezdtem járni ebbe a csoportba, aztán azóta csinálom, és szeretem. A családból már voltak rokonaim, akik táncoltak előtte, és nekem is így kedvem lett hozzá. A zsűri elnöke Zsikó Gál Klaudia szexárd jegyzője volt, aki nagy dicsérettel illette az összes párost. Zsebők Ferenc szavait szeretném idézni, aki szerint a hagyományt ezt nem kell ápolni, mert nem beteg, nem kell őrizni, mert nem rab. A hagyományokat annak érdekében, hogy megőrizzük, annak érdekében meg kell élni. Az itt látott színpadi produkciók és táncos párok azt gondolom a mindennapjaikban megélik a hagyományokat, ezért biztosak lehetünk abban, hogy a hagyományaink élnek és élni is fognak. Szebbnél szebb előadásokat, szebbnél szebb népviseleteket láttunk, és ha azt mondom, hogy közhelyesen, hogy nehéz volt a zsűri dolga, akkor nem hazudok, hiszen a közönség soraiból, a tapsokból ugyanezt igazolták vissza. A mai napon nincsen első és nincsen nyolcadik helyezett. Itt ma mindenki nyert, én azt gondolom. Szombat este táncházat is tartottak a Vármegyeháza udvarán. Kettő éve ezelőtt kezdtük el ezt, hogy itt a Vármegyeháza udvarán kaptunk lehetőséget, hogy táncházat tudjunk tartani itt a környékbeli Tolna megyei együtteseknek. És először félve kezdtünk neki, hogy lesz-e jelentkező itt a rendezvény alkalmával. És az első alkalommal már nagyon sokan jelentkeztek meg, jöttek ide a Vármegyeháza udvarára. Élő népzene, közös mulatság, és
azt látom, hogy most csináljuk másodszor is, most már majdnem, hogy megtellik az udvar, úgyhogy szerintem egy szép kis rendezvénynek nézünk elé. A szekszárdi születi napok, akkor természetesen a finom borok sem maradnak el, a borudvarban számos pincészet kínálta termékeit. Fivérek borbirtokról jöttünk Szekszárdról, 2019-ben alapítottuk a céget, egy nagyon fiatal kis borászatról van szó még. Alapjában véve 20-ban volt az első komolyabb évjáratunk, és hát azóta is folyamatos fejlődésben vagyunk. A 20-21-es évjáratokkal is jöttünk ki, főleg a vörösökben 20-21-es évjárata jöttünk ki. Hála az égnek azt mondhatom, hogy az elmúlt időszak az arról szólt a fejlődés mellett, hogy megmérettetünk több nemzetközi versenyen is, ahol nagyon szép eredményekkel tértünk haza. Az Aliszka borászat idén harmadik alkalommal vett részt a szekszárdi születi napokon. Új borokkal is készültünk, az egyik ilyen új különlegesség a Somnium névre hallgató borunk, ami egy 2021-es évjáratú késői születelésű Merlot és Cabernet Sauvignon házasításából készült vörösbor. Alapvetően egy száraz vörösborról beszélünk, viszont magas alkohollal, alacsonyabb savgerinccel. Ez olyan érzetet kelt az emberekben, mintha egy kicsit ilyen édeskés lenne, tehát úgy is szoktuk mondani, hogy álomba hajló az ízvilága. A Fürtöske gyermekfoglalkoztatóban Gulyás Éva, az I. és Gyula könyvtár és a Humán Szolgáltató Központ a gyerekeknek kézműves foglalkozásokkal készült. Készítettünk poháralátéteket ilyen őszi színekben, készítettünk kis gesztenyecsigát és kis kosarat, azt pedig egy ilyen PET palackból, ilyen újrahasznosított anyagból szintén. A gyerekek kiélhették kreativitásukat. Ráragasztani a szőlőt, a madzagot így beleragasztani, hogy jól megnyomódjon rajta. Aki megéhezett, azaz Ízek utcájában és a Béla tér Garai tér közötti szakaszon válogathatott. Mindegyik lángosunknak fokhagymás tejföl az alapja, ráteszünk vöröshagymát, kolbászszalonnát, vagy csípős paprikát és sajtot, aztán 3-4 percig sül a kemencébe. A kézműves kirakodó vásárban rengeteg terméket vásárolhattak az érdeklődők. Kásler Péter foesztergályos egyedi fából készült árukkal érkezett. Én kézzel csinálok mindent, otthon van nekem egy esztergapadom, én csináltam, és akkor avat ügykölöm a fát, azt nagyon szeretem. Tehát tulajdonképpen barackfa, diófa, cseresznyefa, tehát tulajdonképpen mindenféle gyümölcsfa, egyik szebb, mint a másik. A Béla Király téri színpadon a 4 nap során számos koncertet rendeztek. Vasárnapot Szikora Róbert és az Ergo zárta. A születi napokat a rendezvényt követően hétfőn értékelte Berlinger Attila, Szekszárd polgármestere. Hát azt gondolom, aki ebben a 4 napban ide látogatott Szekszárd, legyen az helyi, vagy legyen az messzebb tájakról érkező vendég, elégedetten távozhatott. A születi napok alaphangulatát mindig megadja az időjárás. Nagyon kegyes volt hozzánk az ég, hiszen mindannyian, akik itt élünk, tudjuk, hogy egy héttel korábbra esett volna ez az időpont, akkor nagyon szomorúak lennénk, így viszont azt hiszem mosolyt csalt az arcunkra az az időjárás, ami minden 4 napig az év legszebb napjait tudja így revarázsolni Szekszárddal. Nagyon szépen köszönöm valamennyi szekszári polgárnak a türelmét, a megértését és azt a fajta jó hangulatát, amellyel mi újra példát mutattunk az ország valamennyi más fesztiváljának, újra büszkén vallhattunk magunkat szekszárdinak, megmutathattuk az értékeinket. Ez a helyi lakosok, az itt élő polgárok együttműködése és jó szándéka nélkül nem működhetne, úgyhogy én nagyon köszönettel és hálával tartozom valamennyi itt élő embernek, aki ebben a 4 napban bármilyen módon kivette a részét segítséggel, vagy pusztán csak a jó hangulatának a bemutatásával. Mi ezért vagyunk erősek, és ezért tudjuk Szekszárd jó hírnevét a jövőben is öregbíteni.